Több mint 40 éve dolgozom vele. Valójában a Thea úgy rejtőzik a testemben, mint a szellem. Tehát a Thea és a szellem együtt van bennem. Ezt az anyafát Vejin, az ősön fedezte fel 1723-ban, mint az első Tiekuanyin teafát. Úgy vélte, hogy a megpörkölt kéztea vashoz hasonlóan nehéz, és vashoz hasonló a színe a vasedény miatt. A nevéhez ezért hozzáfűzte a vas szót. Avalokitésvara bódhiszatva megvilágosította az ősömet álmában a Thea cserjéről. Azóta máig megmaradt egy szabály nálunk a Vej családban, mely szerint a legértékesebb ajándéknak tartjuk a Thea bokrot. Igen kényes a művelet. Közben először elpusztítom, utána felélesztem a leveleket. A forgatás első fázisát felébresztésnek mondjuk. A második fázis az élet fenntartását, a harmadik forgatási fázis az aroma rögzítését, a negyedik az íz bűvkörének képzését szolgálja. Az illata a körkörös forgatás révén, az íz bűvköre a pörkölés révén, a külalak a préselés révén, a teljes aroma az égetés révén, és végül, de nem utolsó sorban, a jó minőség a versenyzés révén teremtődik. A félig fermentált oolong tea készítési műveletei különösen bonyolultak. A gondosság végeredménye és a műveletek legmagasabb szellemi ambíciója az, hogy a természetes levelekben megmaradjanak az aromás anyagok, majd hogy kiáradjanak belőlük. A készítés közben a hőmérséklet néha magas, néha alacsony. Két órán belül ez variálódik. Ez elmondva egyszerű, de nélkülözhetetlen hozzá a jó felfogó képesség, a gondosság, a pontos érzékelés, illetve hasznosak a hosszú idő alatt felhalmozódó tapasztalatok, ezért a készterméket időigényes teának nevezzük. Egy csésze Tiekuanyin beszélni tud. Erre törekszünk, és arra is, hogy elmesélje magáról, milyen illatos, édes, vágykeltő. Ha maga a Thea mondja ezeket, az nagyszerű, kényelmes dolog, és lelkessé teszi a teaivót, akinek a lelkében meg is maradhat az illat. Mi a Kuanyin íz bűvköre? Ez egyetlen szóval kifejezve, a kellemesség, hogy belengje a tea illata a testet oly módon, mint amikor éneklés során az ének a melódiával együtt körben lebeg. Az édesség, a jó kedélyállapot, a nyelv nedvesítése és a zamatosság miatt isszák, kellemességet éreznek, ez az íz bűvköre.